volt neked az első főtáblád Challenger tornán, tavaly selejtezőstél. Mekkora változás volt ez? Te ugye erősödtél, gondolom, egy év alatt. Igen. Most hogy élted meg ezt a Challenger tornát? Úgy érzem, hogy abszolút fel tudtam menni a versenyt az ellenfelemmel, és kicsit sajnálom, hogy azon az egy-egy fontos ponton elment a meccs, de egy jó szintet tudtam hozni. Kicsit több volt benne, de mindenképp pozitív volt ez a mérkőzés. Miben volt jobb az ellenfeled, mit gondolsz? 1000 ilyen meccs van benne, Challenger szinten. Fontos pontokat jobban játszotta meg, mint én, rutinosabban. És ennyi, ilyen egyszerű, ezen mentem. Mit ad neked most ez a részvétel? Tudtál leleszűrni tapasztalatokat? Azt éreztem, hogy így, hogy fölfele játszottam, sokkal jobb szintet tudtam magamból kihozni, mint amit mostanában ezeken a 15 000 dolláros versenyeken. Szóval érzem, hogy fel tudom venni a versenyt ezekkel a játékosokkal, csak ezt a szintet kellene hoznom az alacsonyabb szintű versenyeken is, és akkor sokkal jobban előre tudnék érni. Mit gondolsz, hogy mibe kéne most fejlődnöd? Mi az, ami például itt kijött esetleg számodra? Ehhez a szinthez még nagyon sok meccs kell, minél több versenyt játszani, és mondom, az alacsonyabb szintű versenyeken ezt a szintet kihozni magamból, és fejlődni a ranglistában, és akkor ezeken a versenyeken is lesz lehetőségem szerepelni több. Mi az, amiben elégedett voltál magaddal ma? Melyik játék ellen? Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon feszülten kezdtem, nagyon izgultam. Hamar bele tudtam jönni a meccsbe, és ott volt a kezemben az első szett, 5-5-30 mind is volt. És tényleg ennek ellen, az izgulás ellenére is egy nagyon jó szintet tudtam kihozni magamból, főleg az első szettben. A szervem nagyon nem ment, az kicsit sajnálom, nem ütöttem sok kettős, és talán egy kettős hibát se ütöttem, viszont az első szervem nagyon gyenge volt magamhoz képest, az az, amiben nagyon sokat kell megfejlődnöm.